Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a jelenlévőket, illetve azokat, akik a televízión vagy az interneten keresztül kapcsolódnak bele a mai szentmisében. Külön köszöntöm a keresztelendőket, a szüleiket, keresztszüleiket, illetve az Új Élet Krisztusban kurzus résztvevőit. Irgalmasság vasárnapja van, és ugyan az evangéliumban hallani fogjuk, megjelenik Istennek az irgalma. Tamásnak szüksége van arra, hogy meggyőződjön arról, hogy Jézus él. És az Isten irgalmaságának különleges jele volt, hogy nem hagyta Tamást a kétségek között. Engedte, hogy megérintse őt. Jézus láthatóvá és tapinthatóvá lett számára. És ez az érintés kétirányú. Miközben Tamás megérintette Jézus sebeit, ezek a sebek megérintették őt, meggyógyították, és mintegy kicserélték az apostolnak a szívét. És ez történik a kereszteléskor, ez történik, amikor lelki gyakorlaton veszünk részt, vagy amikor bűnbánatot tartunk. Az Isten meg akarja érinteni a mi szívünket is. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónok, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztek, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szentőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvére is, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Örökké irgalmas Istenünk, Te lángra lobbantod a neked szentelt néphitét, amikor évről évre visszatér húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szent Lélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, a mai szentmisén megint keresztelünk négy kicsi testvér jelölt zörget, hogy be tudjon ide közénk jönni. Nagyon sok szeretettel fogadjuk őket. Kedves szülők, ti azért hoztátok el újszülött gyermekeiteket az Isten házába, hogy az isteni életvetítből és szent életből újját szülessenek, és Krisztus titokzatos testének az egyetlen tagjaivá legyenek. Egyenként kérdezlek benneteket, hogy milyen gyermek neve. Mit kértek Isten egyházától gyermekeinek számára? Keresztséget. Kedves szülők, nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz úgy nevelni őket, hogy hitük szerint éljenek. Tartsák meg Isten parancsait, úgy szeressék Istent és embertársaikat, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállalják ezt a kötelezettséget? Kereszt szülők, megígéritek-e, hogy támogatjátok egy gyermekek szüleit vállalt kötelezettség teljesítésében? Megígérjük. Gyermekeim, nagy örömmel fogad benneteket a keresztény közösség. Ennek a közösségnek nevében most megjelölve a keresztény nevében. Kedves szülők és keresztszülők, jelöljetek meg ti is gyermekeitek unokát Krisztusnak, a mi Urunknak szent jelével. Most pedig folytassuk szentmiséket az ige liturgiában. Olvasmány az apostolok cselekedeteiről. A jeruzsálemi hívek álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Szent félelem töltött el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda történt és sok jel adatott. A hívek mind összetartottak, és közös volt mindenük. Birtokaikat eladták, és az árát szétosztották azok között, akik szükséget szenvedtek. Minden nap összegyűltek a templomban egy szívvel, lélekkel. A kenyeret házaknál törték meg. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették Istent és az egész nép szeretteiket. Az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. Ez az Isten igéje. Ez az adó, melyet az Úr szerzett nekünk, örömmel veszünk.
nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szepültelen és el nem harmadó örökség várja rátok. Isten hatalma megőrz titeket a hídben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben megnyilvánuljon. Örüljetek tehát akkor is, ha most kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a kipróbált hitetek, mely értékesebb a tűzpróbát kiállítva szentű aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicsőségre, a dicséretre és a tiszteletre. Mivel szerettek Krisztust, bár nem láttátok, és hisztek benne, de ha nem találkoztatok vele, amikor elértek hitetek célját, lelketek ütősségét, a megdicsültek kimondhatatlan örömével fogtok újongani. Ez Isten igéje. Megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte. Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik Tamás, vagy mellék nevén Iker nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és érítsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt. Én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művel tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyetek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Thank you.
Krisztusban szeretett testvéreim, én nem hiszem, én Uram, én Istenem. Ezen a két kijelentésen, Tamásnak ezen a két kijelentésén alapszik a mai evangélium. És hogyha megnézzük, a két felkiáltást között ellentét van. Az elsőben megjelenik a hitetlenség, a kételkedés, a másodikban pedig egy hitvallás jelenik meg. És meg tudjuk érteni Tamás apostolnak ezt a kételkedését. Mi is valami hasonlót szoktunk átélni, amikor valaki az Isten élményéről, az Isten tapasztalatáról számol be nekünk, amikor a hitét mutatja meg számunkra. Mi pedig lehet, hogy keressük az Istent, lehet, hogy abban a pillanatban nem találjuk, van egy küzdelmünk, és mi is szeretnénk átélni azt, amit Tamás átél, amikor a többi apostol beszámol neki, és azzal fogadják, láttuk az Urat. Van bennük egy lelkesedés, mert találkoztak a feltámadtal. És a többi apostol büszke a hitére. És Tamást pedig beszoktuk úgy állítani, mint egy negatív apostol, hitetlennek, kételkedőnek szoktuk hívni. De nézzük meg, hogy a többi apostol hogyan élte át ezt. Azt írja az evangélium, öröm töltött el őket. És mennyivel magától értetődő, mennyivel természetes ez. Találkoznak Krisztussal, találkoznak a feltámadtal, és ott van bennük ez az öröm. De nem biztos, hogy ez az öröm volt bennük azelőtt, mielőtt megjelent nekik Jézus. Lehetett bennük bűntudat, szégyen, szorongás, aggodalom, és lehet, hogy a hit se volt olyan erős, mint ahogyan utána. Gondoljunk csak Péterre, háromszor megtagadja, és egész látványosan. A többi tanítvány szétszéled, amikor elfogják Jézust. Egyedül azt írja a Szentírás, János van a kereszt alatt. Ő az, aki kitart. De ő ellene is felhozhatjuk azt, hát könnyű dolga volt, hiszen rokona volt a főhatóságnál. Minden esetre az öröm jelenik meg a szívükben. És ez mutatja meg a húsvétnak az üzenetét, amikor találkoznak, amikor találkozunk Krisztussal, megéljük az életünkben az ő jelenlétét, öröm van a szívünkben. De valami olyan öröm, amit az apostolok átéltek. Megengedhetik maguknak, hogy átadják, és tele legyenek örömmel, és ne kelljen azzal foglalkozni, hogy ennek meg lesz a következménye. Most örülünk, de mint egy gyermek, aki közben tudja, aj, majd meg lesz a következménye a Szent Három napi eseményeknek. És Tamás apostol sem akar többet, mint amit a többi apostoltársa átélt. Látni szeretné és megérinteni az Urat. És Tamás megfogalmazza válaszát. Nem zárja be az ajtót, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. De nyitva hagyja a szívét a hit előtt, mint hogyha csak azt mondaná, ha személyesen meg fogom én is tapasztalni azt, amit ti, akkor én is fogok hinni. Nem alszik ki benne a hit. A keresésnek a bizonytalansága jelen van. És mi is olykor szeretnénk találkozni Jézussal, mi is szeretnénk újra hallani a hangját, szeretnénk tőle jeleket, és olykor mi is szeretnénk hinni. És amikor egy héttel később újra megjelenik Jézus, azonnal Tamáshoz fordul, és válaszolni akar a kérdéseire. Nem hagyja bizonytalanságban,
nem engedi, hogy tovább kételkedjen, nem akarja, hogy a hitetlenség tovább növekedjen az életében. A dicsőséges Isten újra leereszkedik az emberhez, és a saját emberi szintjén akar segíteni a hitetlenen. A találkozás és a megtapasztalás pedig felépreszti a hit parázsló lángját, és eleven tűzként csap fel az ő szívében, és megszületik a hitvallása, én Uram, én Istenem. És ettől kezdve Tamás apostol is visszakapja a hitét, újra tud örvendezni a többi tanítvánnyal, hiszen ő is a feltámadásnak a tanúja lett. Ő is a többi apostollal együtt elindul, hogy tanúságot tegyen a feltámadtról, a személyes hitéről. Íme ezt teszi Isten a kereső emberrel. A feltámadt Jézus újra és újra megjelenik napjainkban is, és találkozni akar velünk. Aki keresi, ő meg tudja találni. Hitet akar ébreszteni bennünk, hogy a hit növekedjen bennünk, és ennek a legbiztosabb forrása, hogyha találkozunk vele. És az evangélium végén Szent János evangélista összefoglalja az evangélium megírásának célját. Mi, akik olvasuk vagy halljuk az örömhírt, higgyünk abban, hogy Jézus az Isten fia, és a hit által életünk legyen Jézusban. És hitünknek ezt a kincsét tovább kell tudnunk adni. Nekünk is a feltámadásnak a hirdetői, a tanúi kell legyünk. Legyen meg bennünk a találkozásnak a vágya, és fogadjuk el a Szent Lelket, engedve, hogy vezessen minket. Próbáljuk megfogalmazni saját hitvallásunkat, aztán induljunk és hirdessük meggyőződéssel és hittel, hogy Jézus él, Jézus feltámadt. Amen. Kedves testvérek, egyelőre még foglaljuk a helyet, folytatjuk a keresztelőt, és benne majd megvalljuk a hitünket. Kedves kis jelöltek, amilyen fegyelmezetten ültök itt, biztos vagyok benne, nem szoktatok rosszak lenni, de azért az elteredő bűn hatalmától most megszabadítunk benneteket a keresztséghez, jó? Ez az ördögűzés. Mindenható Urunk és Istenünk, te elküldötted egyszülő fiadat, hogy a bűn rabságában sűrűdő embert Isten gyermekeinek szabadságával ajándékozz meg. Alázatosan könyörgünk hozzád ezekért a gyermekekért, akikről tudod, hogy megkísérti majd őket a világ, és hogy küzdeni fognak az ördög cselekvései ellen. Fiad szenvedésének és feltámadásának elejével mentsd ki most őket az átteredő bűn ártalmából. Vértedd fel Krisztus kegyelmével, és szüntelenül oldalmaz életünk útjain, Krisztus a miunk által. Most pedig olajjal foglak benneteket megkenni, ez az üdvösség olaja. Védelmezzeteket Krisztusnak a mi bűzítőknek ereje, ennek jeléül megkenünk benneteket az üdvösség olajával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves szülők és kedves szülők, kedves testvérek, gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a Szent Keresztségben. Mondjatok tehát ellent a bűnnek, aztán pedig legyetek tanúságot
hitetekről a Jézus Krisztusban. Ez az egyház hite is ebben, amit megkereszteljük meg a gyermekeket. Ellene mondotok a sátánnak? Ellene mondunk. És minden cselekedetének? Ellene mondunk. És minden csábításának? Ellene mondunk. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és föld megteremtőjében? Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, én halált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból és az Atyának jobbján? Hiszünk. Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testek föltámadásában és az örök életben? Hiszünk. Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan hallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Most pedig következik a hívek könyörgés. Imádkozunk testvérei, mennyei Atyánkhoz, aki egyháza által hív bennünket az élő hit boldogságára. Add meg, Urunk, szent atyáknak, püspököknek és a papoknak rendíthetetlen hit kegyelmét. Add meg, Urunk, az egész világnak az élő hit ajándékát. Erősíts meg mindnyájunkat, hogy hitünkben soha meg ne indulhinok. Vezesse, Úrunk, a hit útjára mindazokat, akik elpártoltak tőle. Adj hitből fakadó álhatatosságot a betegeknek és a szomorkodóknak. Add, Urunk, hogy ápol véget érjen, és béke legyen a földön. Érünk őrizd és óvd az áldatlanokat és minket is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld családjainknak, hogy neked szentelt hivatásuk termőföldje legyen. Adj hitet a szülőknek, hogy vágyuk legyen küldötteket adni egyházat szolgálatára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, te megerősítetted hitében a kételkedő Tamás apostolt, midőn szent fia testét érintette. Add meg nekünk is, hogy Jézus testét és vérét magunkhoz véve, a megtapasztalás boldogságát élvezzük, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományait,
hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve eljussunk az örök boldogságra, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörtve, és feltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett,
csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanokkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hídben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben, velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és akkor nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szentelt. És üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom a jövő, hanem csak egy szóval, és megújul az Kérünk, mindenható Istenünk, hogy a magunkhoz vett húsvéti szentség ereje szüntelenül megmaradjon lelkünkben, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzunk közösen Ferenc pápa magyarországi látogatásáért. Mennyei Atyám, gondviselő Istenünk, köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során, vétkeinket megvalva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük fiadat, Jézus Krisztus. Ő a mi biztos jövőnk, azért jött, hogy életünk legyen békében és rendetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására, Szent Atyát, Ferenc pápa, közelgő látogatása, legyen kegyelem és erőforrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk. Reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Hirdetjük a kedves testvéreknek, a tegnapi napon a minisztránsainkkal Tamásiban voltunk minisztráns találkozón. A kupát most se sikerült elhozni, de folyamatosan küzdünk érte, hogy a miénk legyen újból, mi tudjuk őrizni. Én nagyon szépen köszönöm a szülőknek a bizalmát, hogy ránk bízták a gyerekeket, hogy elvigyük, és köszönöm a fiúknak, hogy rászánták az idejüket, és eljöttek. És nem csalódottan, hanem örömmel jöttünk vissza. Továbbá hirdetjük a kedves testvéreknek a 2023-24 tanév első évfolyamára történő beiratkozás időpontja a Szent József Iskola Központban április 20 és 21,
csütörtök és péntek 8-tól 16 óráig. A beiratási nyomtatványok előzetesen letölthetőek az iskola honlapjáról. Bővebb információ az iskola honlapján található. Jövő héten kedden, április 18-án miserendváltozás lesz. Aznap a reggeli szertartások helyett este 17.30-tól lesz a szentségimádás, majd azt követően 18 órakor a szentmise itt a belvárosi templomban. A pápai szentmisére április 30-án hajnali 4 órakor indul a busz innen a belvárosi templom elől. Az utazás költsége 4000 forint személyenként, amit a plébánia irodájában fizethetnek be ügyfélfogadási időben. Továbbá hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy egyházmegyénkben áprilistól a stóladíjak változtak. Most a szentmisénk végén még egy hirdetésünk van a kurzilióval kapcsolatban, ami június 1-től 4-ig lesz Püspök Szent Lászlón, és erről Balázs fog minket tájékoztatni. Tessék, Jézus Krisztus! Férfi testvéreket hívjuk egy férfias, emberes lelki hétvégére. Röviden azt mondhatnánk, lelki gyakorlatra hívunk benneteket, férfiak, de ez a június elejé állandós hétvégennél sokkal többet takar. Miért hívunk benneteket? Mi miért mentünk el? Először is felekezett független a részvétel. Független attól, hogy ki milyen szükségben van felvétezve. Nem baj, ha valaki is megkeresztelve, nem volt első áldozat, vagy nem bérmálkozott, esetleg nem szentségi házasságban él. Kurzilós társaink közül többen is egy-egy lelkes barát meghívására, hogy az egyik paptestvérünk imitálását elfogadva vett részt csütörtök estétől vasárnap délutánig tartó hétvégén. Mindannyian, akik részt vettünk a kurzilón, egyfajta útkeresés állapotában voltunk, jártunk templomba, esetleg a légférfi körbe. Ugyanakkor a lelki rámadódás is megvolt mindannyiunkban ahhoz, hogy még közelebb kerüljünk Krisztus egyházához, rendet tegyünk a lelkünkben, és hogy szorosabban kapcsolódjunk egy általunk választott keresztény közösséghez. Mert az egyházhoz tartozás nem csupán azt jelenti, hogy vasárnapi szentmisére megyünk, itt esküszünk meg a választottunkkal, eltemetjük a pappal a halottainkat, hogy megkeresztetjük fel a gyermekeinket, ez ennél sokkal több. Ha mi is akarjuk, akkor felfedezhetjük ezt, teljességben élhetjük meg a hétköznapunkban is, hogy az egyház közösségének része vagyunk, tagjai vagyunk. Mi mit kaptunk a kurzilótól, mit kaphatunk a kurzilótól? Egy új barát a közösséget, amely keresztényként megtartó erejre, megújulást a hitben, felrásztak a kellemes vallásosságból, hitéleti mérföldkő, a hívásra a válasz, szolgálat a közösségben, bátorítást, megerősítést az élethez. Az életet a gondviselés oltalmat megél. Megérkeztem az egyházban Isten közelségét, boldogságát. Tudást, tudom érték a szentmisét. Szeretem és segítő testvéreket. Életre meghatározó élményt, bizonyságot Istennek. Az időpont akkor elhangzott, nyomtatványok a jelentkezéshez tőlünk, illetve a zsebkestjében is lehet igényelni. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Isten, aki egyszülött fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával. Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét. Miután pedig a hit által új életre támadtatok fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá a mennyei hazába. És így áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja. Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.